Sziasztok! Ebben a videóban a plane-nál fogjuk folytatni, ebből fogunk terítőt készíteni. Kitörlünk mindent a jelenetből, utána lerakunk egy plane-t, átállítjuk centiméterre, és egy valós terítő méretet beállítunk. Hozzáadjuk a Subdivision Surface-t, ugye átállítjuk Simple, így nem módosít az alakján. Adunk neki egy 4-es értéket, utána elfogadjuk a módosítót. Előre elkészítjük a terítőt, UV-ját, a 4 sarkát összejoinolom, ugye ott lesz a csipke rész, körbejelölöm, és a 4 sarkát is. Ez lesz ugye a seam, tehát ezzel jelölöm be az UV határait. Utána létrehozok egy másik ablakot, és az UV-t megpróbálom egymásra kiteríteni, a 4 szélét. Minden részt külön kijelölök és unwrappolom, így a hasonló részeket egymásra fogja tenni. Ellenőrzöm, az egyiket meg is fordította, azt mirrorozom, és akkor így most már mindegyik UV egyfelé áll, egy irányban áll. Mielőtt a textúrát hozzáadnánk, megnyitom az Affinity fotót, ebbe belehúzom azt a képet, amit az internetről letöltöttem. Felül a Filters, azon belül Distort és Affine módosítóval megnézem, hogy szín lesz-e a textúra, tehát tud-e ismétlődeni. És ez elég jó nekünk, úgyhogy exportáljuk JPEG-be. Ezt elmentem color néven. De ez így túl tiszta lenne nekünk, és a textúrára kéne egy bump mapet is rakni. Ennek adok egy kicsi blurt. Így egy kicsit elhomályosítsa az éles széleket. Ez azért lesz jó, mert a renderben lesz vastagsága az anyagnak. Ezután hozzáadok egy új materiált. Ez lesz a csipke. Ezzel megnézzük, hogy az UV jól áll-e rajta. Terítő közepét kijelölöm, ezt átállítom egy másik materiálra, hogy ne zavarjon minket.
kijelöljük a négy szélét, és akkor látjuk, hogy jelenleg rosszul áll. Ezt elforgatom 90 fokba, felnagyítom amennyire kell. És most jelenleg fordítva van rajta. Ezt elforgatom még 180 fokkal. Itt van egy kis rész, ami átlátszó lenne, de ráközelítünk és teljesen oda húzzuk, hogy csak a fehérbe legyen. Így csatlakozni fog a terítő anyagához. Aztán a sarkokat ellenőrizzük. Itt jól folytatódik a textúra. Itt is jó. Itt már nem. Látszik, hogy nem folytonos. Így itt sem folytonos. Ezen könnyen tudunk segíteni. Kijelöljük csak ezt a UV részt. És mirrorozzuk. X tengelyen. Így most már mind a négy sarka megfelel. Itt van egy kicsi fehér rész, ezt is eltüntetjük. Itt elég egy picit összeszkélelni. Megcsináljuk a jelenetet hozzá. Csinálunk egy talajt. Erre ráteszünk egy asztalt, ami nekem el van készítve előre. Állítunk környezetet is. Átállítjuk a render engine-t. Ez azért szükséges nekünk, hogy a terítő anyagán lássuk majd később az Alpha Channel-t. Beállítjuk a terítőt klotnak, az asztalt collisionnek, alapértékeken hagyunk mindent, és elindítjuk a lejátszást. Nekem alapértelmezetten space-re van beállítva. Látszik, hogy nagyon kevés a szegmens, ezért ilyen csúnya a terítőnek a szimulálása. Ezen állítunk, hozzáadunk kis subdivision-t, állítunk rajta, egy kettes értékkel megnézzük, és mindenféleképp a klott elé kell rakni. Megint leszimulálom. Így most már lassabb is, de látszik, hogy jobb a esése. Itt látszik a terítőanyagán, hogy szimulálás közben az anyag átmegy saját magán.
Azért bemegyünk a beállításokba, itt a Collision és Self Collision. És megnézzük így. Látszik, hogy összehúzódik az asztalterítő. Ez azért van, mert nagyon nagy távolságot adtunk meg. Megnézzük, most egy kisebb mérettel. Visszavesszük fél centire. Így. Így most már jó lesz. Ha még egy subdivisiont hozzáadunk, de ezt már a klott után rakjuk be, akkor szépen kisimítja a dolgokat. Ez nekünk megfelelő is lesz. Most pedig folytassuk a textúra finom hangolásával. Hát ha a color részt mi behúzzuk az alpha channelre, akkor tökéletes végeredményt kapunk. Ez pont azért van, mert úgy működik az alpha, hogy ami fehér, az nem átlátszó, és ami fekete, az teljesen átlátszó. Behúzom a bump mapet is, ezt is bekötöm, és ettől látszik, hogy egy kicsit kapott vastagságot. Kicsit rücskös a felület, de ezen is tudunk állítani. Lejjebb vesszük az értékeket. Még lejjebb. Így. Kicsit visszább. Ez lesz a jó érték. Így látható a különbség. Mindjárt állítok a talajon is, csak azért, hogy jobban látszódjon a terítő anyaga, és hogy mennyire sokat számít ez a bump map. Így anélkül, és így bump map-pel. Nagyon sokat hozzáad. Persze, ha nagyon-nagyon távolról nézzük, akkor ez nem szükséges. De jó, ha ott van. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem tetszett, és sokat tanultatok belőle. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Ha szeretnéd a tartalmat nyomon követni, akkor iratkozz fel. Sziasztok!